kávéval és reggelivel hangolódott a zsűri a Bodri pincészet bejárására és értékelésére. Két szekszárdi borászat is bekerült a jelöltek közé, így ők is versenyeznek idén Magyarország legszebb birtoka címre. Az első háromba jutottunk a szőlőbirtok tekintetében, és mindent megteszünk azért, hogy legjobb helyre kerüljünk, de nagyon érzés volt, jó érzés az embernek, a szívének, meg a lelkének, hogy másnak is tetszik a birtok, másnak is tetszik a Bodri pincészet. Tehát nagyon nagy marketing értéke van, és bízunk abban, hogy még felfutás is lesz belőle, de akkor is örülünk, hogy ránk gondoltak, és minket is kiválasztottak ebbe az első három pincészetbe. Én már jártam mind a kettőben, és tényleg gyönyörű birtokokat jelöltek. Lesz még egy harmadik borászatunk is, az a Somlóhegyen van, és hát ők fognak versengeni a kategória győzelemért, majd aztán a kategória győztesek közt a gálaesten az ott lévő zsűritagok kiválasztják a fődíjast. 2020-ban mintegy 50 birtokot jelöltek 7 kategóriában, majd egy 18 fős szakmai zsűri választotta ki kategóriánként a három versenyzőt a továbbjutásra. A szakmai zsűri felkeresi mind a 21 jelöltet, és szigorú kritériumrendszer alapján dönt a helyezésekről. Ugye a szépség eléggé relatív. Mindenki azt gondolja saját magáról, hogy az egy objektív dolog, mert hogy ő, amit ő szépnek lát, az szép is, ezt nem mindenki ugyanígy gondolja szerencsére. És ezért azt gondoltuk, hogy 13 paramétert vizsgálunk. Nyilván a szakmai megfelelőséget, a vizuális szépséget itt ez alatt azt definiáltuk, hogy például a kiskert megléte egy gazdaságban. Ez furcsa ilyet mondani, de például egy szarvasmarhatelep az úgy néz ki még szebben, hiába ápolt, rendezett a terület, de ha van egy kiskert az elején, már pedig van a többségében, akkor azért mégiscsak szebben néz ki az egész tőle, vagy egy sertéstelep, amire azt mondanák, hogy hát azért ott az nem az jelenik meg ilyen világ legszebb gazdasága címeként előttünk, az is tud szép lenni, láttunk már ilyent, tavaly is például, azelőtt is, és a paraméterek közt még azon túl, tehát hogy szakmai megfelelőség van, vizuális szépség, adunk a higiéniára, hogy elsősorban az állattartó telepeknél fontos ez, vagy például a fenntartható gazdálkodásra, vagy a technikai fejlettségére a gazdaságnak. Teli vagyunk szakértőkkel, akik így vagy úgy saját birtokon, vagy egyéb szakértői feladatként szakértenek mindenféle ágazatból, így hát van szőlészünk, borászunk is. Nem sokára év borásza is érkezik ide a birtokra, aki ugyanúgy megtekinti majd velünk a birtokot, ő az egyik zsűritagunk. A zsűri tüzetesen körbejárta a Bodri pincészetet és magát a birtokot is. Mátrai Zoltán azt mondja, az a céljuk a díjjal, hogy megmutassák, Magyarországon is vannak nívós birtokok, gazdaságok. Csak akkor arra gondoltunk, hogy a Magyarországon is muszáj megkeresni azokat a szép birtokokat, akikre büszkék lehetünk. Ők, valaki az egyik zsűritagunk úgy hívta az egyik gála esten, hogy ők a példaképeink, és tényleg így van, tehát ők ilyen példakép birtokok, akiket aztán jelölünk, döntősök lesznek, kategória győztesek, aztán mondjuk a díj fődíjasa. Az a cél, hogy Magyarországon is meg tudjunk mutatni ilyen birtokokat.